Köszöntöm Önöket, megtisztelő számomra, hogy ennek a kötetnek a szerkesztője vagyok. A ötlet korábban felmerült már, egy kísérlet történt, nem olyan egyszerű ma már egy ilyen nagy szerzői gárdát összegyűjteni és egy ilyen munkát tető alá hozni. A 250. évfordulóra kiadott két kötet példás nagyszerű munka volt, a város részéről Siklósi Ferenc, a levéltár részéről Elődöm Szabó Ferencnek a munkája. Akkor ezen 23 szerző dolgozott 1969-től 73-ig, amikor, ha jól emlékszem, decemberben volt a könyvbemutató. Ezt a kötetet megismételni a mai viszonyok között nem lehetne, de nem is kellene. Viszont a kiadása óta eltelt 50 esztendő, és noha ez egy remek kötet volt, azért a 20. századi résznél érződött az, hogy vajon melyik korszakban is íródott ez a munka, különösképpen a két háború közötti résznél. Ekkor született meg ez az ötlet, hogy tegyünk hozzá egy harmadik kötetet, amely feldolgozza a 20. század történetét, gyakorlatilag elfut legalábbis az adatokkal a mai napig. Úgy számoljuk, hogy a mögöttünk lévő 30 év az még nem a történeti kor, ott még nem biztos, hogy a források beérkeztek a levéltárba, és azt olyan objektívan lehet értékelni, mint egy történeti korszakot. Viszont, ha a 20. század történetét akarjuk feldolgozni, azt nem lehet máshol kezdeni, mint a dualizmus kezdetén 1867-ben, amikor is kialakulni kezdett a modernitás, az a gazdasági és társadalmi struktúra, amely meghatározta a 20. századot. Így álltunk neki ennek a kötetnek. A szerkesztés során arra törekedtem én a felkéréseknél, ezt nem mindig sikerült megvalósítani, hogy lehetőleg egy-egy szerző nagy korszakot írjon. Egy szerzője legyen a dualizmus korának, ez Bódán Zsolt, egy szerzője legyen a Horthy korszaknak, ez Tóth István, aki most nincs itt a korszakunkban. Más esetekben azért nem volt vállalkozó arra, hogy ilyen nagy fejezeteket megírjon, ez rendkívül sok kutatással jár, akkor összeraktunk bizonyos fejezeteket, ezek majd a szerkesztés során reméljük úgy összecsiszolódnak, hogy az olvasó észre sem veszi azt, hogy ez egy másik szerző munkája. Mire kértem én a szerzőket? Arra, hogy azon túl, hogy eseménytörténetet írnak, felvillantják a gazdaságtörténetet, a hangsúlyt tegyék rá a társadalom történetre, azaz vegyék elő a hétköznapi élet történetét, mindazt a látószöget, amiből rá lehet arra nézni, hogy azok, akik mezőberényben éltek, hogy élték meg a 20. század különböző korszakait, ez alkalmat teremt arra is, hogy akinek van érzéke hozzá, az érdekes könyvet írjon. Ez kritérium is minden szerzővel szemben, kritérium volt, hogy lehetőleg úgy próbálják megírni a maguk szövegét, hogy az tudományosan megfelelő legyen, jegyzetekkel, mindennel, forrásfeltárással, ugyanakkor az a mai világban, ahol tudjuk, hogy nagyot változtak az olvasási szokások, mondjuk 50 évhez képest is, az érdekes olvasmány legyen a mezőberényiek számára. A helytörténet szokott közelítéséből talán kevésbé lesz benne az, hogy mondjuk ki volt a Patex vagy a faipari KTS adott időszakban vezetője a MB3-as Verényi csapatnak, milyen volt az összeállítása. Ezt egy kicsit a bőképanyaggal pótoljuk majd. A nagyobb összefüggéseket, a történeti íveket próbáljuk felidézni. A mai napon egy tulajdonképpeni záró rendezvény dömping történik, hiszen három rendezvény is zajlik, hát majdnem egyidejűleg, de egy napon a városban, Emlékévek záró napja címmel, és az első eseményre így vasárnap délelőtt került sor, ahol is egy olyan kötet bemutatóra került sor, ami még nem jelent meg, de majd meg fog. Hát ugye elmondtad azt, hogy miért is nem. Ez a monográfiának tulajdonképpen a harmadik része lenne? Igen, az 1973-ban megjelent, a 250 éves évfordulóra megjelent monográfiának a folytatása gyakorlatilag, részben átdolgozott részekkel, másrészt pedig új dolgokkal, új kutatási eredményekkel, illetve a 73-tól eltelt időszaknak a,
a történeteivel, történéseivel is. Mindenféleképpen azt szerettük volna elérni, hogy ez ugyanolyan tudományos értékű kiadvány legyen, mint az előző. Voltak már korábban is próbálkozások arra, hogy megírjuk ezt a harmadik kötetet, még olyan is, amelyikben engem is fölkértek arra, hogy az oktatásról írjak, de azt gondolom, hogy nem lehet olyan szinten megírni embereknek egy könyv, akár csak egyes fejezeteit is, akik nincsenek benne ebben a dologban. Ehhez kell egyrészt a kutatói véna, másrészt pedig kell egy olyan írói véna, ami mondjuk a Mezőberényiek közül a kötetben is író Henger Péternek és Körösi Mihálynak van meg. Mindenféleképpen azt szeretnénk, hogyha rövidesen meg tudnánk jelentetni a kiadványt, ehhez azonban forrásokat kell kerítenünk, illetve meg kell gondolnunk, hogy hogyan tudunk forrást keríteni a kiadvány megjelenéséhez, ahhoz, hogy kézbefogható könyvet tudjanak az emberek otthonra elvinni. Hát igen, az igazi az lett volna, hogy ugye a 300 éves évforduló kapcsán meg tud ez jelenni, de hát ugye a pénz az most fontos szempont, persze. Itt ugye bár többen is előadást, végülis egy kis bemutatót tartottak arról, hogy az ő szakterületük miről szól, de egyébként hány szerzőről kell itt beszélni, mert azért voltak itt, akik nem jelentek meg. 12 szerző dolgozik a könyvön, vagy dolgozott a könyvön. Közülük 6-an tudtak most eljönni, volt, aki betegség miatt, volt, akiről nem tudjuk, hogy miért nem jött. Ödött Gergely. Például, igen, ő jelezte, hogy jön, de aztán mégsem ért ide, illetve jó néhányan vannak olyanok, akik előre jelezték, hogy ez az időpont nem megfelelő nekik. Biztos névnapoznak, mert hogy Berény névnap van december 3-án, és hát valami oknál fogva van olyan, tudom, akinek van egy budapesti programja, amit már korábban leegyeztetett, mint ahogy mi én megbeszéltem volna vele ezt a mai programot. Igen, és még egy fontos dologról szeretnélek téged megkérdezni, ugyebár Henger Pétert mindenki ismeri a városban, Körösi Mihályt mindenki ismeri a városban, de ők azok, az a két szerző, aki tulajdonképpen Mezőberényiként írt ebbe a könyvbe, illetve végül is Erdész Ádám. Hát igen, tulajdonképpen ők Mezőberényiként, illetve jól mondott, hogy a harmadikként Erdész Ádám, aki ugyan bevezetőt ír, illetve szerkeszti a kiadvány, de azt azért tudni kell, hogy ő teljes egészében Mezőberényiként tud tekinteni az egész kiadványra. Tehát tudja fajsúlyozni azokat a dolgokat, akik a további szerzőket, akár a két kollégáját, Sáfár Gyulát és a Balogh Dorottyát, akik a levéltár munkatársai, de azt is el kell mondani, hogy a Bencsik Péternek is van Mezőberényi kötődése, mégpedig azon keresztül, hogy a felesége valamikor Mezőberényben élt, és hát ugyan már, amikor ők megismerkedtek, akkor már nem itt él, de mégiscsak van némi kötődése Mezőberényhez. És akkor, ha már ennyi nevet említettél, azért Bohdán Zsoltot is említsük meg, aki szintén írt ebbe a könyvbe. Így van, ő is a közelünkben lakik egyébként, de ő a dualizmus korát vállalta föl. Én azt gondolom, hogy mindegyik terület, akármelyiket nézzük, mindegyik borzasztó nehéz terület. Így a Galambos Istvánék is, akik a Ferdinánddal együtt, a Cservenka Ferdinánddal együtt a rendszerváltás utáni időszakot, rendszerváltást és az utána következő egy évtizedet írták meg, borzasztóan nehéz erről írni. Nincsenek meg azok a történelmi távlatok, amik teljesen objektívvá tehetik ezt az írást, de fölvállalták, megcsinálják. Tóth István, aki egy nagy területet fölölelve úgy volt, hogy itt lesz ma, sajnos megbetegedett, reggel mondta le a jelenlétét. Mindegyik szerző, azt mondom, hogy a saját területének, szakterületének, saját korszakának, történeti korszakának igen-igen nagy tudója. Most attól függetlenül, hogy egyébként nem jelent meg ez a könyv, hát én azért savallom, hogy elég kevesen jöttek el, viszont ha majd tényleg megjelenik és a kezünkbe vehetjük, akkor gondolom lesz még egy ilyen nagy könyvbemutató, illetve egy ilyen átadó ünnepség. Így van. A 300 évre terveztük, hogy a kiadvány megjelenik. Pályáztunk forrásokra, amiből meg lehetett volna a nyomtatványt is el lehetett volna készíteni. Sajnos az idei évben nem kaptunk semmi olyan támogatást, ami a 300 éves évforduló megünneplését segítette volna. Bizonyára tudják a Mezőberényiek, hogy az emlékművet is, az elődeink emlékére állított emlékművet is közadakozásból tudtuk csak megvalósítani, és nem hiszem, hogy szerencsés lett volna még a könyvkiadásra is egy ilyen jellegű
tarhálást folytatni, ezért nem tudjuk megjelentetni az idei évben. A következő évre egy másik kondíció, vagy másik konstrukció is fölmerült, hogy esetleg olyan előfizetéses formában megjelentetni, amit már több helyen láttunk, és hát az is elképzelhető, hogy nem egyszerre 1500 példányban, hanem a digitális technikát kihasználva 10-20 példányakban tudjuk majd megjelentetni. Pezsőbeli város önkormányzata és az Oldai Ház nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Petőfi és Oldai a Dallal szerzett barátság című állandó kiállítás megnyitója alkalmából, mely a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 ideiglenes kollégium támogatásával, a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülettel együttműködésben jöhetett létre. Tisztelettel felkérem Siklós István urat, Mezőberény város polgármesterét köszöntőjének megtartására. Hölgyeim és uraim, Mezőberény város önkormányzati képviselőtestülete, valamint magam nevében is nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát elérkeztünk ide is. Körülbelül 2 év tervezkedés után jutottunk el odáig, hogy megvalósulhatott egy álom, méltó körülményeket biztosítani Mezőberény egyik jelentős vendégének, sokszoros vendégének, Petőfi Sándornak. Ha visszamegyünk az időben, akkor mindenféleképpen meg kell emlékeznem dr. Irányi Istvánról, Petőfi kutatóról, aki az első alapokat letette annak érdekében, hogy minél többet tudhassunk Mezőberény és Petőfi kapcsolatáról, vagy megfordíthatnám, Petőfi és Mezőberény kapcsolatáról. Ő lelkes fiatalokat, általános iskolás gyerekeket vett maga mellé ehhez a kutatáshoz, részben azért, mert több kéz többet tud megoldani, másrészt pedig az akkori politikai viszonyok között ez egy nagyon szerencsés ötlet volt részéről, hogy úttörőkkel dolgozott együtt, és így szerintem könnyebben nyíltak olyan kapuk, amiket egyébként nehéz lett volna megnyitni. Délelőtt is elmondtam, hogy Pista bácsi, ha ezt megélhette volna, akkor biztos, hogy büszke lenne rá, és úgy gondolom, hogy ő is örülne annak, hogy ez elkészült, hogy itt van. És egy teljesen más formátumban, mint ahogy ő korábban megtette, különböző transzparenseken és írásokban megörökítette Petőfit, itt most egy teljesen új, a modern kor vívmányait felhasználó kiállítás kerüljön megnyitásra. Állandó kiállításról van szó, ami azt jelenti, hogy nem kívánjuk elbontani egy-két nap múlva, vagy egy-két hónap múlva, hanem azt szeretnénk, hogyha ide még 10 év múlva is járnának a fiatalok, a kevésbé fiatalok, de mindenféleképpen szeretnénk, hogyha az iskolás gyermekek itt különböző múzeumpedagógiai foglalkozások keretében is tudnának ismerkedni egyrészt Petőfivel, másrészt úgy gondolom, hogy azért legyünk egy kicsi önzőek Mezőberénnyel is. És ahogy említettem, ugyebár emlékévek zárónapja címmel a Berény névnapon kerül tulajdonképpen lezárásra a Mezőberény 300 rendezvénysorozat, ám egy másik emlékév is, ugye a Petőfi 200 is lezárásra kerül, ami egyébként meg egy Petőfi emlékszoba átadóval egészül ki, tulajdonképpen ez adja meg a koronát a végére. Mit kell tudnunk erről az emlékszobáról? Itt ugye egy összefogás eredményeképpen sikerül az Orlai Házban kialakítani egy varázslatot. Nem ide terveztük, múzeumban szerettük volna a Petőfi szobát kialakítani, azonban az örökségvédelem komoly akadályokat gördített az elé, hogy ott megcsináljuk az átalakítást, ezért esett a választás a könyvtár emeleti nagy termére, valamikor olvasóterem volt, utána sok minden volt már, igen, ez kialakításra került a Petőfi emlékszoba. Azt kell tudni, hogy a Petőfi 200 évfordulóra az állam a Petőfi emlékhelyek közt a Mezőberény is
nagyon egyszerű pályázati lehetőséggel formában pénzt, forrást biztosított, egyrészt infrastruktúra fejlesztésre, másrészt pedig a kiállításnak, egy állandó kiállításnak a kialakítására. 20 millió forintot kaptunk a kialakításra, ebbe a mozgáskorlátozott WC-től kezdve a lépcsőjárónak a dolga is minden benne van, és 20 millió forintot pedig a kiállítás rendezésére. Azt kell mondanom, hogy szerintem Irányi Pista bácsi, aki Mezőberényben nagy kutató volt, ő is büszke lenne erre, de legalábbis elégedett lenne azzal, amit láthat. A mai kornak megfelelő módon lett kialakítva, nem tablókkal, nem sima egyszerű leírásokkal, hanem... High-tech tudsz. Hát igen, amennyire lehet high-tech technikával lett megvalósítva. Na tehát itt valami olyasmi van, hogy bele lehet majd ülni egy karosszékbe, és akkor lefotóz minket Petőfi széket. Tehát miket kell itt elkezdeni a varázslat? Így van, jöjjenek el az emberek, nézzék meg, mert szerintem elmondani nem lehet igazándiból azt, amit ott láthatnak. Na jó, hát megtesszük ezt. Egyébként egészében fel fogom természetesen venni ezt az eseményt is, és majd a későbbében meg lehet tekinteni, mert azt hiszem, hogy lesz egy bemutató is, ahol majd Andi Túri Andrá, a olajáz igazgatója bemutatja az egész rendezvényt. És akkor még egy fontos esemény, ami már a kulturális központ nagy színpadán fog történni, ahol lezárjátok a Mezőberény 300 emlékévet. Igen, tulajdonképpen zárjuk az emlékévet ezzel a délutáni programmal, ahol nagyon rövid köszöntő után a fúvószenekar, a Városi Ifjúsági Fúvószenekar tart egy koncertet, ami gyakorlatilag ezt az egész évet lezárja, és ezzel majdnem, hogy befejezzük a emlékévet, egy kivételtől eltekintve, hogy a december 18-ai testületi ülésen lesz még egy körülbelül negyedórás, 20 perces kis megemlékezés a 300 évről. Természetesen ezt is felveszünk egészében, és majd azt is meg lehet tekinteni, igazából minden rendezvényt felveszünk. Még egy fontos dolog így a végére, azért ugye Petőfi 200, Mezőberény 300, de van egy 10 éves települési értéktárunk is. Ettől nem búcsúzunk-e? Kiállítás nyílik a mai napon a Művelődési Központban, tulajdonképpen ott búcsúzunk el a 10 évtől, és folytatjuk tovább az értéktári munkát a 11., meg a 12., meg a 10-sokadik évben is. Hát így legyen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor boldog névnapot Mezőberény, boldog születésnapot Mezőberény, most aztán minden összejön. Köszönöm szépen. Isten éltesse Mezőberényt.